Zsótér Sándor szokásához híven újra fordítatta állandó munkatársával, Ungár Júliával Bertolt Brecht ritkán játszott legelső művét, amelyet több változatban is megírt a szerző. Így született meg a kecskeméti verzió, a Bál nevű ember életpályája címmel. Bál egy gátlástalan, amorális, öngyilkos jelölt költő, aki képtelen megutáltatni magát a világgal, pedig valójában olyan személyiség, akit senki sem szerethet igazán. Ugyanakkor nem szimplán csak rossz, ő is vágyik egy másfajta életre. Ez a külső megítélése ennek az embernek. Ez szerintem nagyon fontos, hiszen pont azt próbáljuk meg lebontogatni, hogy mi lenne, hogyha levennénk róla az úgynevezett társadalmi normákat, az erkölcsi normákat, tehát a civilizáció által meghatározott szabályrendszereket, kereteket, karámokat, ugyanígy a vallással együtt. Ha úgy önmagában vizsgálnánk meg ezt az embert, akkor vajon ugyanezt mondanánk-e róla? A darabban emlékezetes színészi alakításokat láthatunk Kocsis Pál meggyőző és felkavaró szerepformálása mellett is. Csombor Teréz, Danyi Judit vagy Magyar Éva alakítása fontos eleme az előadásnak, és joggal említhetjük a két egyetemi hallgató, Nagy Katica és Konfár Erik nevét is. A Bál nem könnyű előadás, semmiképp sem könnyed szórakozás, hanem nagyon is felkavaró olyan mű, amely mély nyomokat hagyhat azokban, akik hajlandók arra, hogy a darab nyers őszinteségével szembenézzenek.